Egy nagyon fontos bejelentés! Emberek, ezt mondja mindenható Isten, az ég és a föld teremtője. Ez a nép azért beteg, mert elfordult az Isten szavától, ami tiszta ingyen van, és megvásárolt ötveleért az Antikrisztus szavát. Nehéz idők jönnek, borzalmas idők jönnek, és aki nem ismerte meg az élő Isten szavát, el fog veszni. Báránybőrbe jönnek közétek, te belül ragadozó farkasok! Ez Pál Feri! Ami volt a Covid-ban, az semmi ahhoz képest, ami mostantól történik. Januártól az embernek a figyelme el van terelve ilyen bullshit-tel. Én is bevettem, nem nézlek heziteket. Én is bevettem. Még el sem tudtam mondani, hogy a véleményemben nem. Nem tetszik, nem? Az igazság büdös nekünk. Inkább megvásároljuk a hazugságot, 50 lejét. Az igazság nem tetszik nekünk. Emberek, az a nép mit érdemel, aki elfordul az igazságtól, ami ingyen van, és megvásárolja a hazugságot? Az igazság az, hogy nem nagy lehetőségem volt. Mikrofont nem adtak nekem, de attól mondom, amit mondhatok. Hát, ha valaki meghallja, ki meg az épület elé. Az a nép mit érdemel, aki az igazságtól elfordul, ami teljesen ingyen van, és megveszi a hazugságot 50 lejét. Régebb nem voltak jelentmó tanácsadók, és az emberek egészségesek voltak. Emlékezzünk vissza a szüleink idejére, nagyszüleink idejére, csak egy életmód tanácsadó volt Székelyföldön, Isten. Az emberek egészségesek voltak. Most tele vagyunk életmód tanácsadókkal, és mindenki beteg. Mindenki haldoklik. Az emberek nem tudják, hogy miért betegek, mert nem Istentől kérdik, hanem Pál Feritől kérdik. 50 lejét megvásároltuk a hazugságot, emberek. Én is részt vettem ebben. Sokan részt vettünk ebben. Székelyföld beimportálta a hazug profitákat Magyarországról, külföldről. Nem tetszik az ingyenes igazság, amiért a legdrágább vérrel fizettek, megvásároljuk a hamis profétáktól a hazugságot, tudományos humorest. Az emberek betegek, és nem tudják, hogy miért betegek, mert a betegség okát nem ismerik. Senki nem akar észrevenni a betegség okát. Hogy lehetséges az, hogy Pál Feri Isten embere, és az ő követői meg nem kíváncsiak Isten szavára? Hogy lehetséges ez? Nem hiszem el, senkit nem érdekel. Senkit nem érdekel. És kisebb én azt mondtam, amikor fent elkezdted mondani, hogy ez blue. Ugye, felismertél. Igen. Ugye értek, mert januártól februártól borzalmas idők jönnek. Ami a Covid-ban volt, az semmi ahhoz képest, ami történni fog. Az emberek úgy fognak hullni, mint a legyek. Akik az ilyen Pál Feri szavára hallgatnak, úgy fognak hullani, mint a legyek. Ismerősök, barátok, mindenki. Az igazság az Székelyföldnek a szégyenfoltja, emberek. Itt azt hiszem, hogy nincs értelme élőben beszélgetni, mert az élő szó az hát nincsen keletje. Az emberek befektettek, az ember félti az ő befektetését. Ahhoz, hogy valaki azt mondja, jöttem kifelé, egyetlen férfi mondta azt, hogy tudtam, hogy hazugság, érezte, hogy hülyeség, és próbálta elmondani a véleményét a párjának, de az ő párja sem volt kíváncsi erre. Drága emberek, próbáltam gyűlölni az embertársaimat azért, hogy ilyen ostobák vagyunk, hogy megvásároljuk a hazugságot, kiadjuk az 50 lejet, és nem veszük észre, hogy ez egy ilyen tudományos köntösbe öltöztetett humorest. Pál Feri, aki atyának nevezi magát, Isten emberének nevezi magát. Hogy lehetséges az, kedves Pál Feri, hogy te Isten embere vagy, és rengeteg követőd van, viszont a te követőid nem követő Istennek, nem ismerik az ő szavát, nem is kíváncsiak az ő szavára. Elment a Covid, megünnepeltük, kigunyoltuk azokat, akik a vakcinával szemben fenntartásaik voltak, a vírussal szemben fenntartásaik voltak. Most már minden oké, mert van pénzünk, meggazdagodtunk bőségesen, ugye? Ezt mondja Jézus, hogy mivel ezt mondod, hogy gazdag vagy, és nincsen semmire sem szükséged, holott nem tudod, hogy te vagy a nyomorúságos és szegény, azt tanácsolom neked, hogy vegyél tűzben megpróbált aranyat, és szemgyógyító írta a szemeidre, kedves Pál Feri, mert mész a szakadék felé, és emberek tömegeit viszed magad után. Amikor majd jön a veszedelem, akkor te nem leszel sehol. A székelyek itt maradtak a hazugságaiddal, a YouTube-bal, és nem fogják érteni, hogy miért betegek. Nagyon szégyellem én magamat a székelység nevében, hogy az ilyen Pál Ferik akadálytalanul bejöhettek ide, és azt mondhattak, amit akartak, és nem tűnt fel senkinek az, hogy amit mondanak, szembe megy mindennel, amit a mindenható Isten mondott. Tehát szembe megy abszolút mindennel, amit a mindenható Isten mondott.
Hát az igazság az, hogy úgy, ahogy Jézust megpofozták, megostorozták, hát úgy éreztem, hogy igen, sokan azt akarnák, hogy valaki már üsse orba, valaki már ostorozza meg. Ne halljuk az igazságot. Emberek, kedves székelyek, Pál Feri nem lesz. Amikor januártól, következő esztendőtől jön a veszedelem, amit Isten megmutatott az ő gyermekeinek, akik profétáltak, álmokat láttak és kijelentették, hogy mi fog következni, hogy ami volt a Covid-ban, az semmi ahhoz képest, ami lesz ezután. Az emberek úgy fognak hullani, mint a legyek. És mivel az emberek Pál Feriket hallgatják, az ilyen életmód tanácsadókat hallgatják, nem ismerik a mindenható Istent, nem kértek tőle látást. Jézus teljesen fölöslegesen halt meg. Fölöslegesen áldozta fel magát, mert az emberek nem kíváncsiak arra, hogy mit mondana nekik a mindenható Istennek a lelke. Nem érdekli őket, hogy mi az, hogy újjászületés. Nem érdekli őket, hogy mi az, hogy kapnak álmokat és látásokat a mindenható Istentől. Egyszerűen teljesen el vannak bambulva, be vannak kábítva az ilyen humorestekkel, az ilyen papoktól származó szexista poénokkal, teljesen be vagyunk kábítva, emberek. Én szégyellem magamat a székelyek nevében, hogy jöttek az ilyen Pál Ferik, a Kovács Magyar Andrások, jöttek az életmód tanácsadók, az emberek szenvednek, kemoterápia, súlyos betegségek vannak, és egyszerűen nem tudják, nem értik, hogy minek köszönhető. Pedig annyi pozitív könyvet elolvastak, és mégis betegek, tehát nem tudják egyszerűen felfogni, hogy mitől lehet ez, mert senki nem beszél erről. Aki megértette, az hallgat, az szégyelli az élő Isten szavát. Hogyha azért vagyok én itt ezen a földön, hogy szégyeljem a teremtőm szavát, hát akkor nekem mi keresni való van a földön, drága emberek? És igen, Pál Feri ebben az előadásban kigunyolta ugye akik az oltással, a vírussal szemben fenntartásaik voltak. Elmondhatom, ez nem az én érdemem, hogy egész Covid alatt nem volt semmilyen bajom, nem kellett maszkot sem tegyek, soha nem volt semmilyen bajom. Egyszerűen az élő Isten szava megoltalmazott minden bajtól. Nem voltam beteg, nem vettem fel az oltást, és megvolt bőségesen mindenem, egészségem és jókedvem, és beszélhettem az igazságról. És akik hallgatták azt, amiről beszélhettem a Covid alatt, azok az emberek meggyógyultak, Isten megajándékozta őket a gyógyulással, kérés nélkül, mivel hitték azt, amit mondhattam, ezért a mindenható Isten megajándékozta őket gyógyulással, az oltás mellékhatásaiból, meg mindenből meggyógyította őket. Csodák történtek, és most is folyamatosan csodák történnek, de a székely embernek, a magyar embernek nem csoda kell, hanem szenzáció, humorest, egy ilyen szexista humorest. Tudja a Pál Feri, hogy alkoholisták vagyunk, ugye eléggé meg vagyunk kötözve az alkollal, meg vagyunk kötözve a szexsel, a pornófüggőséggel, és ugye azt pedzegeti, tehát pap létére, és ebből poént csinál, és nyilván a viszkető fülek nem kíváncsiak az igazságra. Inkább követik a hazugságot, és mennek a feneketlen szakadék felé. Szörnyű emberek, borzalmas, fáj a lelkem, hogy ez történik az én szülőföldemen, és nincs, aki szóljon. És aki szól, azt hiszik, hogy bolond, holott nem bolond, mert Isten bizonságot tett a szavaink mellett, erővel és hatalommal. Csodák történtek, miközben mi beszéltünk arról, amiről beszélhettünk, és nem kellett hozzá semmilyen vallás, semmilyen szekta, semmilyen szervezet, semmilyen humorest, sem tudományos köntösben, sem vallásos köntösben, hanem Isten megadta ajándékba azok számára, akik keresték az igazságot. Emberek, nem tudom felfogni, hogy nem gondolkodunk el azon, hogy lehetséges az, hogy egy olyan valaki, aki atyának nevezheti magát, ugye, hiába mondta Jézus, hogy senkit ne nevezünk atyának, mert egy a mi atyánk, aki a mennyben van. Ő élvezi azt, hogy az emberek meghajol háromszor, négyszer, ötször az emberek előtt. Imádja az emberek dicséretét, az emberek dicséretéből él, és az emberek dicsérik őt, mert nem volt kedves nekik az, hogy dicsérjék a mindenható Istent, és hogy kérjenek látást a szemeikre. Tehát hogy van az, hogy ő Istennek az embere, rengeteg követője van neki, viszont az ő követői nem követői Istennek, mint ahogy ő sem követő Istennek, ő sem követője Istennek. Mert hisz ebben a poénos előadásban, ő elmondott mindent, az emberek nevettek,
Utána hazamentek szépen, és beveszik a pirulát, beveszik az orvosságot, mert továbbra is orvosságfüggők lesznek. És a magányos pillanatokban viszont érzik a félelmet, mert nincsen vigasztalójuk nekik, nincsen igazi vigasztalójuk. Mert Pál Feri őket egyfolytában nem vigasztal, itt is láttam, hogy volt, aki unta, és volt, aki őszintén elmondta, hogy ez nem igaz, ez hazugság. És persze meg lehet vetni azt, aki ilyen dolgokról beszél, de képzeld el, hogy milyen bátorságra van szükség ahhoz, hogy valaki egy személy szembe menjen, 1400 személy, 1400 emberek, körülbelül annyian voltak bent a teremben, hogy van-e embernek ilyen bátorsága, van olyan ember a Földön, aki szembe mer menni 1400-1500 emberrel egyszerre. Nincs ilyen ember, drága emberek, nincs. Én sem vagyok ilyen ember. Amikor láttam, amikor megtudtam, hogy körülbelül 3000 személy kíváncsi erre az előadásra, én egyszerűen meg is szomorodtam, és úgy éreztem, hogy amire én elhívást kaptam, az lehetetlen. Tehát embernek lehetetlen, hogy szembe menjen avval a tömeg szellemmel, amit a 3000 ember képvisel, mert a humorest az jó sikerült. Az tényleg jó sikerült, az emberek megtapsolták. És miért nem látják az emberek? Mert persze az, hogy ez a kijelentés, hogy hamis proféta, hazug proféta az embereket hazugságban tartja, langyosságban tartja. Ez ugye kemény kijelentés, és bárki megkérdezhetné, hogy hát mit mondod ezt? Hát ő is Istennek az embere, ugye papbácsi, meg minden. Aki nem ismerte meg az igazságot, emberek, aki nem olvasta el Jézus tanítását, és aki nem kapott Istentől kijelentést, aki nem született újjá, nem veszi észre a különbséget, nem veszi észre, hogy ez az ember pontosan, hogy mondta Jézus, hogy báránybőrbe bújt, de belül ragadozó farkas, így ragadta el Székelyföldről az embereket, ez a szellemiség, ami bejött Magyarországról. Magyarországot leigázta, Magyarországot teljesen kinyírta az amerikai ezotéria, ami benne van a katolikus vallásban, benne van a kereszténységben. És most átjött ugye Székelyföldre is, pontosan meg van írva, hogy a sátán körbe megy a világba, hogy megnézze, hogy van-e, akit még elnyeljen. Mert tudja, hogy kevés ideje van hátra, emberek. Januártól vége az ilyen Pál Feriknek, a koncerteknek, úgy szépen lassan vége lesz mindennek, és olyan borzalmas idők fognak következni, amilyen soha nem volt sem Székelyföldön, sem Magyarországon. Az első világháború, a második világháború és a Covid együttvéve, annak a borzalmai semmi ahhoz képest, ami történni fog úgy Székelyföldön, mint Magyarországon. És igen, most bárki megkérdezheti, hogy mi van akkor, hogyha ez nem fog megtörténni, hogyha járt a szájam, de ugye mások is beszéltek erről, más bizonságtövők is beszéltek erről, nem vallás, nem szekta, nincsen itt semmilyen szekta, semmilyen vallás. Egyszerűen, ahogy mondtam, ahogy folyamatosan mondjuk, fohászkodj Istenhez, szüles újjá, ezt mondja Jézus, és látni fogsz a szemeiddel, addig csak azt hiszed, hogy látsz. Addig csak azt hiszed, hogy látsz, be vagy vakítva az ilyen Pál Ferik által, akik báránybőrben vannak, és közben ragadozó farkasok. Tehát ami lesz Székelyföldön, amiről beszéltünk folyamatosan a kiáltószón, az ugye hát bárki megkérdezheti, hogy mi van, hogyha az nem fog megtörténni. Hát halljátok, hogyha az nem fog megtörténni, akkor egyrészt én kívánnám is, hogy ne történjen meg. Megmondom őszintén, én kívánnám, hogy ne történjen meg, mert hogyha meg fog történni az, amiről beszélhettem mostanig, folyamatosan beszéltem, és itten sokan ismertek engemet, csak nem mertek megismerni. Sokan ismertek, hallották a szavaimot, és tudták, hogy Istentől szólok, de mégis befizettek a Pál Ferire. Mégis befizettek a Pál Ferire, mert a kiáltó szó az a negatív, drága barátom, a kemoterápia sokkal negatívabb, a betegség, a lélegeztetőgépen való fuldoklás sokkal negatívabb, mint a kiáltószónak a szavai. Ezt ne felejtsd el. Tehát nyilván, hogyha ez nem fog megtörténni, amiről beszéltem, hogy következő évtől folytatódik tovább úgy a vakcinázás, úgy a járványügyi helyzet, járványhelyzet, ugye, valamint a háborús helyzet, és rengetegen fognak elveszni. Miért? Mert láthatjátok, hogy az emberek, tehát tömegessével, itt reklamáció volt, mert volt egy teltház már. Tehát én most hallottam csak, hogy már nyártól, nyár közepétől árulják a jegyeket, és az emberek reklamáltak, hogy nem elég. Tehát akkor két előadás kell. Most kezdődik a következő előadás 6 órától. Arra nem hiszem, hogy engemet bevesznek. Nem hiszem, hogy örömmel fogadnak. Most erre befizettem. Isten megadta azt a lehetőséget, hogy fent voltam,
viszonylag gyenge hangon van, mert nem nagyon kiabáltam, nem mikrofonnal beszéltem, ugye, de megadta Isten azt a lehetőséget, hogy ezt hallja mindenki, mert fent voltam a páholyban, a teraszon, vagy nem tudom, hogy mondják, az erkélyen, és onnél tudtam valamelyest kiáltani. Tudom, hogy hallották az emberek, és tudom, hogy emlékezni fognak erre. Amikor be fog teljesedni az, amiről beszéltem Isten lelke által, tudom, hogy emlékezni fognak arra, hogy mi azt hittük, hogy ez a srác bolond, de közben mi voltunk bolondok, mert megvásároltuk 50-leért a hazugságot a pervers humorestet egy pap szájából, egy tudományos köntösbe öltöztetett humorestet, és nem érdekelt az élő Istennek a szava. Drága székelyek, drága helyiek, én ezt féltéssel mondom, nem kárhoztatással, tudom, mert én azt a kérdést kaptam ma hajnalban, Isten engemet felébresztett, és azt a kérdést adtam, hogy tegyen fel azt a kérést a kedves hallgatóknak és az előadáson részvevő embereknek, hogy mit érdemel az a nép, amely elfordul az élő Isten szavától, amely ingyen van, teljesen ingyen van. Mert Isten kifizette a hatalmas árat, az ártatlannak a vérét, vére kellett folyjon ahhoz, hogy az igazság ingyen legyen, hogyha bárki Istenhez kiált személyesen, kapjon ő tanácsot Istentől, lássa meg, hogy őt mi akadályozza, őt mi betegíti meg, és hogy tudjon meggyógyulni, tehát lássa meg a betegségének az okát, és tudjon meggyógyulni. Az igazság ingyen lett volna, de Székelyföldnek sem kell már az ingyenes igazság, ami kegyelemből adatik. Kell inkább a vallás, a vallásos programok, a kell a mikulásozás, minden más kell, csak az élőisten szava nem kell, emberek, de ez veszélyes. Az életünkkel játszunk, emberek. Az életünkkel és a lelkünkkel játszunk. Megmondom őszintén, hogy nem is gondolom, hogy most tisztán tudnék beszélni, mert elöntött a fájdalom, ugye, amikor befejezte az előadást is, megtapsolták, nem tudom, hányszor, meg meghajolt. Utána úgy jött az én időm, ugye, hogy kellett volna szóljak, és éreztem, hogy a szívem erősebben ver, hogy nyissam már ki a számot, és szóljak. És igen, most már fájdalom van bennem, tehát épp ezért gondolom, hogy lehet, hogy most elnézést kérek emiatt, nem a legtisztábbak a szavaim, de fájdalom van, emberek, bennem, mert hirtelen jött a Covid is, és el van már felejtve, hogy voltak családtagjaink, voltak ismerőseink, barátaink, akiket úgy ért ez az egész Covid dolog, hogy hát nem volt más választásuk, számukra nem volt visszaút, el vannak temetve, és ennyire be van keményedve az emberek szíve. Meg kell mondjam őszintén, hogy még én is vádoltam Istent, a mindenható Istent, hogy én nem hittem el, hogy ilyen sötétség van az emberek szívében, az emberek lelkében. És lehet, hogy egyrészt ezért is, tehát egyrészt, hogy figyelmeztessem az embertársaimat, másrészt pedig azért, hogy lássam, hogy Isten nem hiába mutogat olyan kemény képeket az emberiség állapotáról. És ahogy mondja Jézus, Noé napjában is így volt, az emberek hát házasodtak, ettek, ittak, mondhatjuk azt, hogy mentek pálferi előadásokra, YouTube-on is megnézték, és hirtelen jött ugye az esőzés, és sokan elpusztultak. Szodomában és Gomorában ugyanez történt, emberek. Ugyanez történt ott is. Az emberek ettek, ittak, mulatoztak, paráználkodtak, mondtak ilyen szexista vicceket, ugye, mint ahogy én is, tehát nagyon valaki azt így, hogy én külön vagyok, mint pálferi, nekem is szükségem volt Isten kegyelmére, hogy engemet megtisztítson ebből az őrültségből. Szodomában és Gomorában is az történt, emberek, hogy jól lettek az emberek, jól ittak, viccelődtek, sőt, amikor jött a két angyal, akkor be akartak menni a Szodoma beliek Lót házába, hogy paráználkodjanak a két férfi, ugye, mert ők férfi formájában jöttek, az angyalok. Tehát közösülni akartak velük. És Lót azt mondta, hogy nem engedem, hogy a vendégeimmel csináljátok, hanem inkább akkor a lányaimmal, hogyha erőszakoskodtak, ugye. Tehát akkor is ez történt, emberek. Tehát az emberek ilyenek voltak akkor is és most is, és a legtöbben teljesen gyanútlanul fognak belekerülni a vesztelembe, amiről ír a Jelenések könyve. De nem hiszem el, drága székelyek, hogy el van már felejtve minden, teljes mértékben el van felejtve a Covid, hogy a Covidban mi történt. Teljesen mi verte ki a fejünkből az, hogy a Covidban a kedves barátaink és családtagjaink meghaltak.
ezt mi felettett el velünk? Hát nem az ilyen pálferik, nem az ilyen humorestek, a papbácsinak a szexista humorai, meg a tudományos köntösbe mutatott propaganda szöveg, ugye, hogy hát lenézzük azokat, akik a vírussal nem értettek úgy egyet, vagy egyáltalán nem is kapták el, mert azok el vannak akadva az első szinten. Közben emberek, hangsúlyozom folyamatosan, az Úristen annélkül, hogy kértük volna, meggyógyította az embereket, akik mertek szembesülni, hogy ezt bevették, ez egy világmédia propaganda hazugság volt, és ezt ők bevették, akik ezzel mertek szembesülni, azokat az Úristen meggyógyította. Ez történt. De ugye utána szerettek a korlátozások feloldása, visszamehettünk már a kocsmába is, vissza a sörözésbe, vissza a strandra. Még ugye, hát a Covid-ban még úgy elgondolkodtunk azon, hogy amit mond a kiáltó szó, abban lehet valami igazság. És igen, ugye emberek úgy alázatban voltak, és próbáltak Istenhez fohászkodni, de utána aztán a Covid-nak vége volt, a médiában bejelentették, hogy le van zárva a vírus, kész, el van felejtve, közben az emberek továbbra is haldokolnak, ugye, és visszajött ugye a pénz, visszajött a money, visszajött a jólét, visszajött a televízió, visszajött az internet, és igen, hát azt csináltunk, amit akartunk. Újból visszajött a régi, jó öreg, földi mennyország, amit mi meg akartunk teremteni. Nem igazán van most már szükség, nincs akkora szükség arra a mennyországra, amit a mindenható Isten kínál a Jézus szava által. Hát nem is tudom, hogy merem kimondani azt, hogy Jézus. Tehát nem is tudom, itt azt hiszem talán ki sem mondtam, mert látjátok, még talán én szégyelem, tényleg Isten tudja. Oda vagyunk kerülve, hogy egy konzervatív keresztény magyar társadalomban, székely társadalomban szégyeljük az Úr Jézus nevét, az ő szavát nem ismerjük. Akkor persze, hogy nem értjük, hogy mi a különbség egy ilyen pálferis duma és az igazság között. Azok számára mondom, hogy akiket érdekel, akik kételkednek abban, hogy igaz, amit mondok, hogy ha megvan az igazság szeretetnek a pislákoló sugara benned, a szívedben, és van benned alázat, annyi, hogy le tudsz térdelni a teremtőd előtt, nem kell semmilyen templom hozzá, semmilyen szekta nem kell hozzá, ott, ahol vagy, ha lemehetsz térdelni, és kérsz látást a szemeidre, talán meg fogod kapni a látást, és meg fogod látni, hogy miben van az emberiség a Covid utáni időszakban, miben van a te életed, mitől fáj a karod, mitől fáj a hátad, mitől vannak a különböző problémáid, mert Isten, hogyha kéred, és ha mersz szembesülni, mindent megmutat. Persze ez most egy nagy kihívás, ugye most posztolhatnám a Facebookon úgy, hogy kihívás, ugye, és akkor megjelölöm az ismerőseimet, hogy akkor erre a kihívásra hívom őket, hogy le tudnak-e még térdelni az ég és a föld dicsőséges teremtője előtt, és meg tudják-e alázni magukat, hogy Isten megérintse az ő szívüket, és adjon nekik látást. Nagyon kemény kihívás. De azt elmondom, emberek, hogy már nem sokáig lesz ez a modern világ, ez az elektromos modern világ, ugye, hogy ahol a telefon ugye a kis készülék, amit megsimogatunk, mint Aladdin a csodalámpát, megsimogatjuk, meg tud minket igazolni. Ez már nem sokáig lesz, emberek. Ez már nem sokáig lesz. És ahogy Pál Feri is mondta, sokan be fognak golyózni, meg fognak őrülni. Senki nem fog arra emlékezni, hogy mi is volt az az 5 stádium, amin az ember keresztül megy, ott a harcot megvívja. Arra senki nem fog, emberek, emlékezni. Covid-ban beszélgettem olyan személyekkel, akik 10-20 éve, több mint 20 éve buddhizmusban, meditációban voltak, és amikor jött a Covid és jött a bezártság, féltek, borzalmas félelmeken mentek keresztül, és amikor rákattintottak a kiáltó szóra, kemény szavak voltak azok, de Isten megérintette őket, és megmenekültek. Ez történt, de ez nincs, ahogy megmeneküljön, mert hogyha jön a veszedelem, jön megint a vesztek zár, jön a karantén, ugye azt mutatta Isten, hogy le fogják zárni Csíkszeredát, udvarhelyet, ugye álomban ezt mutatta kedves barátomnak, hogy megint ugyanaz fog történni, sokaknak nem lesz más opció. Nehogy Isten, elveszik a... nem lesz internet, vagy nem lesz villanyáram, ugye, mert háborús időben hírzárlat van, akkor megtörténhet az is, hogy sokan meg fognak őrülni. Tehát még mielőtt meghalnának, bekerülnek a pokoli állapotba, és igen,
ez a pokoli állapot egészen az öngyilkosságig kergetheti őket, emberek. Ez fog történni sajnos, én ezt muszáj elmondjam. Tudom, hogy kemény szavak, de muszáj elmondjam, hogy ez fog történni. Ez fog történni sajnos. És akkor majd a nagy nyomorúságban nem fog neked eszébe jutni sem a jóga, sem a helyes testpozíció, sem a Pál Feri humoros, szexista előadása, hogy kapta fel a szoknyát annak a nőnek, és mit csinált ottan hátul neki, meg minden. Nem fog eszébe jutni, hanem csak azon fog kattogni, hogy hogyan tudná túlélni, hogy mi okoz ezt a hatalmas félelmet. És erre a válasz röviden és tömören azt, amit elmondtam az előadáson is, ugye előadás végén egészen pontosan, hogy az istentelenség, hogy a magyar és a székely elfordult az élő Isten szavától, teljesen megtagadva azt, még hogyha a templomba megy, már ott is annyira silány az igazság, hogy nem érti az ember azt. Azt hiszi, hogy Isten be van rekeszve, be van zárva egy templomba, egy kőtemplomba. Nem tudja, a legtöbb hívő nem tudja, hogy le van írva a Bibliában, az Új Szövetségben, hogy Isten nem lakik kézzel csinált templomokban, és nem is érdekli őket. És hogyha bezárják a templomot újból, az emberek be fognak golyózni. Sokan lettek öngyilkosok. És most, hogyha valaki próbálja figyelmeztetni az embereket, senkit nem érdekel. Kikerülnek, mint hogyha egy hónapja nem mosakodtam volna, vagy beszartam volna. Hihetetlen emberek. Ott azt kell mondjam, hogy egy emberrel találkoztam, hogyha ő megérti a lényeget, és ha ő mer fohászkodni a teremtőjéhez, és megmenekül, akkor azt mondom, hogy megérte. Megmondom őszintén, volt bennem stressz. Szembe menni ott a 1400-1500 emberrel, ugye, akik belájkolták, betapsolták azért a hazugságot. Azért megmondom őszintén nektek, hogy ez lehetetlen, nem lehet. Tehát egóból az ember egy darabig elmegy, de nem eddig. Tehát Isten meg kell erősítsen. Hogyha egy emberért volt ez a stressz, ha egy ember meghallotta az igazságot, és elkezd keresni, nem kell hozzám fordulni, nem kell engemet megkeress az interneten, nem kell mi beszéljünk egymással, nincs erre szükség. Én nem életmódtanácsadó vagyok, hanem egyszerű gyermek, bizonságtevő, akit az Úristen megmentett a bűneiből. Ugyanúgy éreztem én ezeket a poénokat régebb, mint te és mindenki más. Úgyhogy nem kell hozzám fordulni, hanem egyszerűen, hogyha fohászkodsz és van benned alázat, akkor a saját szemeddel fogsz látni mindent, és talán meg is fogsz menekülni. Megmondom őszintén, hogy én így testileg nem kívánkozok még egy ilyen előadásra. Tehát így szembe menni az évvel a tömegszellemmel, bár Isten érzem, hogy velem van, és adja az erőt, és ugye jegyek mind el voltak fogyva, mégis volt jegy, pont a legjobb helyre, fenn oda a Páholyba, az erkélyre. Tehát ez egyértelmű, ez nem az én művem volt. Na de teljesen, tényleg reménységesen vagyok, hogy hátha, amikor majd történni fog, amiről beszéltem, hátha néhány ember emlékezni fog erre, és hátha majd torka és szíve szakadtából Istenhez kiált, hogy hátha valamiképp megmenekülne az ő élete és az ő családja élete. Mert én nem az emberek ellen beszéltem, a kérdést fel kellett tegyem, mert ezt adta mindenható Isten, kérdezzem meg, hogy mit érdemel az a nép, amely megtagadja mindenható Istennek a szavát, elfordul, nem érdekli az igazság, ami teljesen ingyen van, és amit Jézus az életét adta. És többször le van írva a Bibliában, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok, akinek kell az igazság, jöjjön hozzám, és vegyen az élet vizéből ingyen, de valósággal Jézus könyörög, hogy gyertek hozzám, mert el fogtok veszni, és nincs halál, emberek, nincs halál. Ezt fogjátok fel, hogy nincsen halál. Nem lehet meghalni, a lélek nem szűnik meg. Hiába poénkodunk a lélegeztetőgéppel meg a halállal, mert a lélek nem szűnik meg, az megy tovább. Bibliával vagy annélkül a lélek megy tovább, emberek. És mindenki azt fogja magával vinni a túlvilágra, amit itten összegyűjtött. És akiben súlyos bűnök vannak, ilyen 20-30 éves bűnök, jó mélyre elásva, és nem állt a teremtő elé, hogy még itt tisztuljon meg, amíg nem késő, az nagyon durván fog szenvedni, és igen, amikor a test meghalt, utána már örökké valóság van, emberek. Időtlenség van, örökké valóság van. És hogy miért tudtam, az igazság az, hogy most mondjam azt, hogy nem féltem, dehogy is nem, volt bennem egy emberi félelem, és tudtam, hogy nem kéne semmitől sem féljek, hogy Isten velem van, de mégis volt bennem egy egészséges félelem. És mit akartam ezzel mondani? De látjátok, hogy a mindenható Isten, tehát egyszerűen lenyűgöző.
Nincsenek szavak. És amúgy ugye ez történt a prófétákkal és az apostolokkal is. Utálták az emberek az igazságot. Jónás sem akart beszélni. Én sem kívántam egyáltalán, nem kívántam, egy porcikám sem kívánta. Inkább élőben néhány ember, akit érek az igazság, az nagyon könnyű. De az 1400 embernek, akit abszolút nem akar az igazság érdekelni, de egyszerűen elforítja az ő fülét. Mert láttam az emberek eljutak úgy komorodva, és úgy érezték a szavak súlyát, de meg sem akarták hallani, lehet a pokolra kívántak. Emberek, nincsen halál. Nincsen halál. Ahhoz, hogy ezt meg tudjam csinálni, elmondom nektek ezt, hogy ez előbb itt akadtam el. Elmondom nektek azt, hogy az Úristen azt adta nekem 2 hónappal ezelőtt, hogy megengedte, hogy haldokoljak. Megmutatta a haldoklást, emberek. Hogyha valaki azt mondja, hogy félelemkeltő videó, annak igaza van. Így van, emberek. Inkább félj. Jobb félni, mint megijedni. Tehát megmutatta mindenható Isten, teljesen egészséges vagyok, nincsen semmilyen bajom. Hajnalban, körülbelül 2 hónapja történt. Egyszerűen kezdtem haldokolni. Tudtam, hogy kész, ennyi volt. Emberek, borzalmas érzés. Volt nekem fizikai fájdalmam korábban, volt lelki fájdalmam, de az az érzés, amikor meg kell haj, és kész, vége mindennek, és érzed azt, hogy kész, véget ér számodra ez a világ, és nincsen kapaszkodót, mert úgy engedte meg a mindenható Isten, hogy számoljak is én erről be. Erről én beszéltem akkor, ugye másnap beszéltem a kiáltószón. Az a címe, hogy túléltem a halálomat. Én erről kellett beszéljek, hogy milyen meghalni úgy, hogy nincs kapaszkodom, hogy a lelkem nincsen felkészülve a halálra. Nagyon sokan, akik a teremben voltak, úgy fognak meghalni. És Jézus azt mondta, hogy boldogok, akik sírnak, nem akik nevetnek a pálferire és tapsolnak, hanem akik sírnak. Most akkor ezzel azt mondja, hogy akkor fogjunk neki sírni így kórusban, így erőltessük, nem emberek, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogyha az ember kér látást a mindenható Istentől, hogy meglássa, hogy miben van az ő lelke, miben él a világ, úgy unblock, akkor igen, ott van sírás, és nem szégyenem, emberek. Én is sokat sírtam. Sírtam a magam nyomorúsága miatt. Sírtam a székelyekért, sírtam a magyarokért is, emberek. Így adta mindenható Isten. Fáj a lelkem az embertársaimért, a polgártársaimért, akiknek nem kell az ingyenes igazság, amiért a legdrágább vérrel fizettek, hanem inkább pontosan, hogy mondja Isten az ő gyermek által, hogy az utolsó időben az emberek elfordulnak a józan tanítástól, a józan szavaktól, és a mesékhez odafordulnak, mert viszket a fülük, és a saját kívánságaik szerint gyűjtögetnek maguknak tanítókat, mert jó dolgoztak, jó keményen dolgoztak, hát igazán megengedhetik maguknak az, hogy elmenjenek egy pálferi előadásra, vagy valamilyen más előadásra. Emberek, szörnyű, félelmetes, ami van. Félelmetes állapotban van a székelység, a magyarság. És ahogy mondtam talán a ma reggeli videóban, hogy igen, a székelyek határőrök voltak. Ők ugye, hát ők védték a Nagy Magyarországnak a határait, golyófogók voltunk Magyarország számára, és mint határőrök mondjam azt, hogy sokan hősies halált haltak, ugye, tehát meglövették magukat az oroszokkal, lekaszabadották magukat a tatárokkal és a törökökkel. Ez történt. De a székelyek nem gondoltak arra, hogy nyugatról is van veszély, jön veszély. És a nyugatról az a veszély, a sokkal nagyobb veszély, mint ami keletről jött. Mert a keleti veszély az csak a testet tudta megölni, akinek megölte azt is. De a nyugati veszély, amit behozott Pál Feri, az a szellemiség, amit behoz Székelyföldre, az embereknek a lelkét mészárolja le. Valaki ezt fel tudja fogni, hogy az emberek lelkét mészárolja le ez a szellemiség. És úgy jön, ahogy Jézus mondta, hogy juhok ruhájában jön a hamis próféta, de belül ragadozó farkas. Azért károg úgy ott a színpadon, és poént csinál mindenből, és mindenki tapsol. Máshelyen azt írja, aki ismeri a Bibliát, amennyire tudja, hogy több helyen van utalás arra vonatkozóan, hogy igen, a világosság angyalának adja ki magát, a megtévesztő, a sátán. Ez történt Csíkszeredában. Annyira a világosság angyalának adta ki magát, annyira kedvesen és poénosan beszélt, hogy fel sem tűnt senkinek. Ó, ez teljesen ártalmatlan. Hát, hogy igazából emlékeztek, hogy így történik minden nagy baj, hogy belemegyünk az első alkalom, az teljesen ártalmatlan. Amikor a bank téged behív,
hogy vegyél fel egy kölcsönt, ó, ez milyen jó nagy lehetőség, hát ugye nem fekete ruhában van, fehér ruhában, nem, hatalmas lehetőség, lesz pénzem erre is, arra is tudok vásárolni, utána aztán meg, amikor megteltem adóssággal, akkor már fontogatom az öngyilkosságot. Tehát ártalmatlannak jelent meg mindig a, úgymond a megtévesztő, az ördög, a sátán, pontosan, mint a Pálferi személyében, emberek. És hogy miért jöttem el erre az előadásra? Mint mondtam, nem kívánkoztam, egyetlen porcikám sem kívánta. Úgy voltam, mint Jónás próféta körülbelül, egyáltalán nem kívántam. Azért jöttem el, mert az Úristen adott több jelzést, nem csak nekem, egy néhány barátomnak is adott jelzést, álomban, éjszaka álomban, hogy az előadásának a lényege az, és ez is történt, emberek, szó szerint megtörtént, az előadásának a lényege az volt, hogy jó, hát azért hiszünk Istenbe, ugye, mert ő pap, ő azért csak kell valamit ott a Istenről beszéljen, viszont az orvosokat sem vetjük meg, hiszünk a vírusban. Tehát itt pap létére egyetlen egyszer, nem tudom, hogy használta az Úristen nevét. Maximum hiába vette, mint kötőszót, mint ahogy szoktuk. Hanem valósággal hirdette a vírusnak az öröm, az vírus evangéliumát. És ezt az álmot kapta egy kedves utitás, hogy ezt a szellemiséget hirdeti, hogy azért hiszünk Istenben, de azért az orvosokat sem engedjük. Megkérlek szépen, akinek van egy kis józanság a fejében, és kíváncsi az igazságra, ír be a YouTube-on, vak voltam, YouTube csatorna, ugye vak voltam, és misére és orvoshoz. Tehát vak voltam, misére és orvoshoz. Hallgass meg azt a videót, hogy ez van, itt is az előadáson nagyon sok ilyen ember volt, hogy eljöttek erre a tudományos köntösbe öltöztetett humorestre, és utána aztán vissza az orvoshoz. Lehet a következő héten már orvoshoz fognak menni, mert betegek is nem tudják, hogy miért. Nem tudják, mert senki nem mondja el, mert nem szabad ilyenről beszélni. Nem illik ilyenről. Hát gondolkodj pozitívan, nincs olyan, hogy bűn, felejtsd el. Sőt, emberek, van. Tehát fontos volna ezt elmondani az embereknek, hogy van. És hogy értse meg mindenki, fordítsuk le, a bűn azt jelenti, hogy életellenesség. És az benne van az embernek a lelkében, és belülről rágja az embernek a lelkét. És elmehet egymástán 100 ilyen pálferi előadásra, akkor sem tisztulsz meg a bűntől, csak hogyha odaállsz a teremtőd elé, a kereszt elé, alázatta megállsz magad, és letérdelsz, na akkor lesz szabadulásod neked. Ha letérdelsz a teremtőd előtt, és kéred, hogy vizsgálja meg a szívedet, mutassa meg, hogy mi a te betegségednek az oka, és kérd látást a szemeidre, és olvasd el a 4 evangéliumot, mert az alapok le vannak írva. Azon kívül Isten tanítani fog, de az alapok le vannak írva a 4 evangéliumban. És akkor meg fogod érteni, hogy miért voltál beteg, és lesz teljes békességed, és nem kell ilyen 5 lépcsős módszer Pálferitől, vagy bárkitől, hanem tudni fogod, hogy mit kell csinálj ahhoz, hogy békességed legyen, és legyen lelki örömöd. Mert azt mondta Jézus, hogy békességet adok nektek. Ő nem alapított semmilyen vallást, sem katolikust, sem református, semmit. Tudjatok erről is. Nagyon fontos. Hanem azt mondta, hogy ismerjük meg az ő szavát, mert az ő szava fényében meglátjuk, hogy mi a baj, a valódi baj. Az ilyen humoresteken nem látjuk meg, emberek. Nincsen semmi gond a humorom, mert nekem is, hogy mondjam, van erre hajlamom, sokszor költöm a poénokat teljesen spontánul. De Isten megmutatta, hogy Attila, ez abszolút nem korrekt. Nem a poénokkal van a baj, hanem azzal van a baj, hogy az embertársat súlyosan meg van kötözve. Súlyosan beteg, beteg az ő lelke, beteg az ő teste, és akkor te poénkodsz vele. Nem ez a megoldás, Attila. Amikor ő már meggyógyult, és meglátta, hogy mi a betegségének az oka, és megbékélt a mindenható Istennel, utána aztán majd lehet poénkodni. De úgy poénkodni, hogy én a poénokat én szépen úgy ráöntöm a bűneimre, a hazugságaimra, a képmutatásomra, mert az történik, emberek. Itt nagyon sokan, akik ide eljöttek, ugyanúgy, mint ahogy tudjuk, ahogy vannak az emberek, meg vannak kötözve jó keményen, ugye, meg vannak kötözve különböző bűnökkel. Férfiaknál tudjuk, ugye a number one alkohol, pornófüggőség, titokban vagy nyilvánosan, perverzió, a nőknél ugye vásárlási mánia, meg csábítás, meg minden, tehát gasztronómia, különböző ilyen pótcselekvések, ugye, és itt is fáj, meg ott is fáj, meg ezt is próbáltuk, meg azt is próbáltuk, és hát ugye rá kellene próbálunk küzdeni, de nem akar elmúlni, emberek, nem is fog elmúlni. Én megmondom őszintén, hogy nem szívesen, de mégis úgy érzem, hogy fontos elmondjam, hogy az Úristen
amikor valaki örömmel fogadja az ő szavát, csodákat tesz kérés nélkül. Mert amikor annak a két gyermeknek, mondtam egészen pontosan három gyermeknek, mert az ő gyermek is ott volt, ugye anyuka, apuka, meg a gyermek, örömmel fogadták az evangéliumot, és Isten csodát tett. Nem mondtuk azt, hogy ja, Isten, teljes rá. Egyszerűen csak úgy játékosan, kedvesen mondtam nekik az evangéliumot. Beszéltem Jézus szavairól, ami ugye szégyen itt Kárpát-medencében, és örömmel fogadták, mint három gyermek, és az az ember, aki vak volt, és két orvos mondta, hogy többet soha nem fog látni avval a szemével, meggyógyult, még abban az órában, amikor az autóval elindult, Isten látását visszaadta. A feleségét kioszta a vérrákból, leukémiából, közel 4 év után. Mindig elmondom, picit egy unalmas nekem, de úgy érzem, hogy fontos elmondjam, hogy halljátok, hogy Isten ilyen dolgokat tesz. Sok csoda történt. Ez Gergyó történt, ugye? Hogy ne importáljunk csodákat külföldről, mert külföldön is sok csoda történt. Akik hallgatták, többen megvallották és elmondták, hogy igen, hitték azt, amiről beszélhetek, és Istenhez fordultak, és ajándékba, ingyen ajándékba, idősebb, fiatalabb emberektől Isten teljesen elvette a gyógyszereket, teljesen megszabadította őket minden gyógyszertől, minden betegségtől, egészségesek emberek, és újjászülte őket. Kortól, korosztálytól függetlenül, mert azt gondolja az ember, hogy jaj, ezek a fiatalok érthetik, nem. Fiatalok, középkorúak, idősebbek, Isten megadta ajándékba, Isten megadta ajándékba az itt a gyógyulást. Na, az igazság az, hogy tényleg fájdalom van bennem. Ezért mondtam a minap is, hogy gyertek, sírjatok vele, sírjatok inkább vele. Inkább amikor sírni kell, akkor sírjunk, és amikor nevetni kell, akkor neves. Ezt ne cseréljük fel. Mert azt mondta Jézus, hogy boldogok, akik sírnak, mert aki meglátja a valóságot, kérlátást Istentől, az eléggé fájdalmas, de Isten megvigasztalja az embert. Letörli az ő könnyeit. Így fogalmazza az írás. És az ő szomorúsága örömre fordul. Ezt mondja mindenható Isten. De kit érdekel, ki az ódivatú ilyen biblia, meg ilyen beszéd, kit érdekel? Hát valami poénosabbat nem lehet. Így van, emberek. Ennyire meg vagyunk kötözve a földhöz ragadtsággal, ezzel a modern európai gazdagsággal, ugye. Megvan mindenünk, nincsen szükségünk Istenre. Akinek kemény a szíve, és azt hiszi, hogy én bolondultam meg, az hát, ha majd, talán majd januárban, februárban, amikor már kezdik pressingelni megint az embereket, hogy ezt kell csinálni, és az emberek fogják követni, mert ezt mutatta nekem Isten, hogy így adja át az embereket az elbukott vezetőknek, vallási vezetőknek, hogy mivel nem érdekli őket az igazság, ezért azt mondja, akkor mostantól már higgyél Pál Ferinek, higgyél a celebeknek, higgyél a papoknak, és azt kell csinálni, amit ők mondanak. De amit ők mondtak most néhány éve, az embereket tömegessével vitte a halálba. Ez történt, emberek. Az embereket tömegessével vitték a halálba azok, akik most megnevettetnek. És befizetünk 50 lehet, hogy nevettesse meg, mert annyira szomorú vagyok. Nem kell Istennek a vigasztalása, majd egy ilyen karakter engemet megnevettet. És hát amúgy is közel van Istenhez, mert Pál Feri atya, ugye nem tudjuk mi azt, hogy Isten azt mondta, hogy ügyeljetek, ezt a nevet ne használjátok, senkit ne nevezetek atyának. Úgy érzem, hogy már nem sokáig fogok én a YouTube-on beszélni, meg az interneten, tényleg több ezer felvétel van évek óta, tehát hogyha megbolondultam, emberek, akkor én már rég megbolondultam, tudjátok jól, ugye, tehát több 6-7-8, nem tudom hány éve megbolondultam, hogyha megbolondultam azóta, született több ezer felvétel, több mint 4000 felvétel, ami fel van téve az internetre, kiáltószó.go.ro, töltsétek le, hallgassátok, hát ha segít, de mondom, a személyes ima, az őszinte Istenhez fordulás nélkül nem fog működni semmi. Én sem, minden a keresztre mutat, emberek. Az összes felvétel a Krisztusra mutat, arra, hogy ő legyőzte a halált, lebuktatta a hazugságot, lebuktatta az ilyen pálfeliket, lebuktatta a Bodó Attilákat, és ugye engem is neked buktasson, ugye az én hamisságomat is lebuktatta, legyőzte a halált, legyőzte a bűnt, a hazugságot, ami a halált okozza. Akik most ezen az előadáson hallották ezt a bejelentést, azok számára lehet, hogy nagyon nehéz lesz. Én teljes szívemből kívánom, hogy aki hallja ezt a felvételt, tudja inkább a kemény szavakat választani, a kemény fájdalmak helyett, a kemény betegség helyett, és valamiképp meneküljön meg. Hogyha már nem ez kiáltó szó, akkor majd feltetőleg, hát élőben, imittam ott, talán, hogyha Isten úgy akarja, akkor majd fogok beszélni emberekkel, ahogy ő adja, de
de nem tudom, így nem sok értelmét látom az ilyen előadásoknak. Ennek Isten látta értelmét valamiért, ezért elküldött, hogy tegyen meg ezt a bejelentést. És igen, tényleg az volt, ahogy kapta a kedves utitársam, hogy egy olyan Istent, egy olyan szellemiséget hirdet, ami jó barát viszonyban van a vírusokkal, a betegséggel. Tehát épp azt nem mondta, hogy barátkozzál meg a koporsó fedelével is. Barátkozzál meg a lélegeztetőgéppel, barátkozzál meg a Covid-dal, barátkozzál meg mindennel. És épp azt nem mondta, hogy a koporsó fedelével is, azzal is nyugodtan meg lehet barátkozni, de amúgy is meg kell halni. És ilyen szépen poénosan, hogy eljátszadozzuk azt, hogy hát úgyis ez a sorsunk, az nem számít, hogy a lelkünk nem szabadult meg, nem tisztult meg, nem vált gyermekké, ó, az nem érdekel, gyertek, poénkodjunk, csináljunk poént mindenből. Akik most nevetnek, emberek sírni fognak, nem kárhozatással mondom, hanem mint tényt. Ezt mondja az ég és a föld teremtője, ti, akik mostan nevettek, sírni fogtok, mert kiröhögitek. Hogyha én magamtól beszéltem, akkor nincsen semmi gond. Megbolondultam és kinevettek, nincs ezzel semmi gond, ugye? Akkor igazatok van. De hogyha én Istentől szóltam, és engemet ki nevettek, és megutáltok, nem engemet nevettek ki, és nem engem utáltok meg, hanem azt, aki által szólhattam, azt, aki azt adta nekem, hogy szóljak, és figyelmeztessem az embertársaimat, őt röhögitek ki, és őt utáljátok meg, hogy én mertem szólni, és elmertem mondani, hogy ez, amiten történik, ez egy hatalmas megtévesztés. Ennek köszönhet, ennek a szellemiségnek köszönhetően szenvednek a székelyek durván. Nem tudják, hogy miért betegek, pedig olyan jó poénos előadás volt. Ezért emberek, mert az élőistennek a szavát, az igazságot, amiben élet van, amit ő Jézus által megmutatott, lecseréltük az emberek szavára, az emberek poénjaira, és fizettünk érte pénzt, mert nem kellett nekünk az ingyenes igazság. Ennyi. Isten könyörüljön rajtunk tényleg. Fohászkodj, nem tudok más mondani, fohászkodj, térdelj le. Ha van gerinc a hátadban, hajlékonyság a tiédben, térdelj le, fohászkodj az élő Istenhez, hogy lásd meg, hogy miben van az emberiség, miben vagy te, miben van a te szíved, a te életed. Valamiképp szabaduljál meg, teljes szívemből kívánom. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok! Mesél a világ, csodákat művel, mennyi benne a varázs és titok. Az embereket mesélje elbűvölte, majdnem mindenki behódolt. Mind alszanak nyitott szemekkel, úgy gondolják, hogy élnek és szabadok. Hiába valóságok gazdagságát, remélik nem látják, hogy ezek miatt rabok. Álmodozók, nagyra vágyók, kínlódik minden ember, hogy más legyen, mint aki, és a világnak megfeleljen. De te ébredj, ember, a mesevilágból, mert felemészti lelkedet. Életed porba hullhat, mert egy napon minden mesének vége lesz. Ember, ember, ébredni kéne, hová lett a szívedből a józanság. A mesék világa egyszer elmúlik, mivé lesz lelked, ha szívedben nincsen igazság. Önzőség, képmutatás, mivé lett a mesék miatt az ember? Ámító, csábító, üres szempényvesztő beszéd, hamis ígéretekkel. A világ megvezet, és az emberi szívekből kihűlt a szeretet. A tömeg tombol, mindig mást okol, Istene nélkül árva lett az ember. De te ébredj, ember, a mesék álmából, szempillantás a testnek az élete. Megismerni kéne, míg van még idő, mi az élet valódi értelme. A mesék világa egyszer porba hullik, akkor majd mit teszel?
Hagyd a világnak a meséket, a léleknek igazi élet kell, de neked, ember, ember, ébredned kéne, az időt gyorsan perek. Ember, ember, dönteni kéne, mert a szív egyszerre két helyen nem lehet. Olyan ez a földi lét, mint egy hotel, tetszik vagy nem, amint lejárt az idő, minden vendégnek menni kell. Van ki csupán pár napra jött, van ki sokáig vendégeskedne, de van, aki e világból soha el nem menne. Fájdalmas az ébredés, de van végasztaló. Rendezd még ma a számlát, hogy visszakaphasd lelked szabadságát. Mert élni, s nem lakni jöttünk e földre, megismerni a teremtőnket. Olyan ez a földi lét, mint egy hotel, tetszik vagy nem, de azon a napon minden vendégnek menni kell. Van, aki még maradna, van, aki úgy hiszi a világ az egyetlen otthona. Tetszés szerint játszik az emberi képzelet, ahány ember, annyi elmélet. De amikor véget ér a vendég szeretet, az igazság tűze lesz, akit felemészt, és lesz, kit felébreszt. Rendezd még ma a számlát, hogy visszakaphasd lelked szabadságát, amikor el kell hagynod végleg a hotel szobát. Fájdalmas az ébredés, de megvigasztal ő, mert élni, s nem lakni jöttünk e földre, megismerni a teremtőnket.